Erről beszéljünk, vagy... Szerintem nem, mert nem akarok játszani a hétvégén, úgyhogy ne szerintem. Jó, de oké, ez jó, oké, jó, erről nem beszélünk. Nagyon szép két évet töltöttünk ott. Tényleg, amit lehetett mondhatni, azt abszolváltam. Két év alatt két bajnoki címet begyűjtöttem, úgyhogy begyűjtöttünk. Úgyhogy mindenképp egy jó döntés volt így a karrierem szempontjából. De elérkezett, úgy gondoltuk, hogy elérkezett a váltás ideje. Azért beleláttam egy hogy a világ másik oldalán hogy zajlanak a dolgok. Tehát azért nem ugyanolyan a mentalitás se. Az edzésekben nem úgy állnak bele, sokkal többet melóznak például a konditerembe. Ezeket a dolgokat így megtanultam úgymond, és én is nem az, hogy kötelező volt, de azért én is rosszul éreztem volna magam, hogyha mondjuk nem ugyanazt csinálom, mint ők. Nyilván nem annyit, mert ők azért kicsit munkamániások is, lehet így mondani. Nyilván az európai ember egy kicsit azt gondolom másképp van bekötve, de nincs ez a semmi baj. Hát szerintem az amikor beálltam és a két gólommal gyakorlatilag megnyertük a bajnokságot, tehát szerintem annál nagyobb pillanat nekem sem, meg az Ulsan szurkolósnak sem, tehát 17 éve erre vártak, hogy bajnokságot nyerjen a csapat, mindig második helyen végeztek, nem tudom hányszor, de nagyon sokszor. És lehet, hogy egy ilyen kicsim múlt, hogy ott megérkeztem kétszer, aztán megnyertük gyakorlatilag a bajnokságot, úgyhogy én azt mondanám mindenképp a legjobb pillanat, nyilván az ázsiai bélben nagyon jó volt játszani, jó kis csapatok játszanak ott, főleg, hogyha tovább jutsz már ott a csoporton, akkor jó kis ellenfelekkel össze tudsz kerülni, mi is összekerültünk, sajnos az a meccs az elég rosszul kezdtük, de aztán visszajöttünk, aztán volt egy kiállítás az ellenfélbe, de akkor se tudtunk gólt rúgni, pedig csomó helyzetünk volt, de hát ez már múlt, úgyhogy kár erről beszélni, hogy mi lehet ott volna, ha, úgyhogy ezt már lezártuk. Nyilván most beszéltünk már őszintén erről, mert ez az időszak elmúlt, tehát egy teljesen új helyzet van most. Igen, amikor oda mentem, akkor éreztem, hogy kezdőként számítanak rám, és nagy része a meccseknek ott azt gondolom a 80%-án kezdő is voltam ott az első fél évben. Jól is ment a játék, jöttek a gólok, gólpasszok, tehát igazából nem is volt indoka arra a vezető edzőnek, hogy kivegyen nyilván. Aztán jött a következő évad, ahol leigazoltuk az előző év gólkirályát. Az, hogy miért, azt nem tudom, mert ha én vagyok a vezetőedző, akkor biztos, hogy van egy olyan csatárom, aki az előző fél évben gyakorlatilag megnyerte a bajnokságot, meg rúgdosta a gólokat, gólpasszokat, akkor lehet, hogy nem igazolok le egy másik ugyanolyan kvalitású támadót, de nyilván ez nem az én döntésem volt. Tehát az érkezett, aztán éreztem a felkészülési meccseken, hogy nagyjából megfeleztük a játékidőt, ott már éreztem, hogy lehet, hogy kicsit gond lesz a játékidővel, úgymond, hogy talán felezhetünk is. Aztán nyilván az első fordulóban ő kezdett, kaptam 3 percet, az nyilván nem esett jó, de mehetünk így végig a meccseken, tehát nekem megvannak a fejemben, hogy hol mennyit játszottam. Aztán igazából megfeleztük a játékidőt, most az elmúlt fél évben ott már ő inkább többet játszott, én már kevesebbet. Nyilván ezt elmondtam, hogy mi már nem éreztük jó magunkat ott. Lehet az is benne volt, hogy nem úgy edzettem már így utólag. Voltak napok, amikor nehezebbek voltak. De hát ez egy idézőben egy tök normális dolog, ahol nem érzed jól magadat, nem tudsz 100%-ot nyújtani, még ha akarsz, akkor se. Tehát
ezek a dolgok. Sajnos a külső körülmények azért azt gondolom fontosak a sportban is, és minden másban is, tehát az életben is, hogy a fejed, a család jól érezze magát, és a fejed rendben legyen, mert az nincs, akkor valahol elcsúszik a sztori. Minden egyébként hiányzik, mert utólag visszagondolok, hogy milyen volt ott, így a napjaink, hogy teltek egyébként, nagyon jó szájízzel gondolok vissza, tehát jó volt ott lenni. Nyilván ez a távolság, ez nem volt jó, tehát az is egy szempont volt, hogy szerettünk volna váltani, így azért gyerekekkel, így az utazgatás, a válogatott, most a többi, az annyira így nem buli. De egyébként pozitívan vagyunk, mindenképp azt gondolom, hogy megbecsülnek és tiszteltek. Úgyhogy elfelől abszolút nincsen hiányérzet bennem, tehát én mindvégig éreztem, hogy mindenki bízott bennem, a szurkolók is mindig mögöttem voltak. Mai napig rengeteg üzenetet kapok, tehát meg tudnám mutatni, hogy nagyon sokan írnak, hogy hiányoznak a csapatból. De hát ez van, az elmúlt. Kaptam egy órát, abban bele van gravírozva ide a tekerőjébe, amikor rúgtam a győztes gólt a John Book ellen. Kaptam egy emlékplakátot, meg még egy kis ajándékot. Most mai napig is jó emlékek, beraktam a forráskúti házamba, úgyhogy a vitrínbe kerültek, igen, reméljük, hogy ott is maradnak jó sokan. Kicsi volt egy kicsi vitrínem, de az volt, veszek még egyet, aztán csináltattunk egy nagyobb szekrényt, úgyhogy ott csináltattunk egy tripla vitrínt, úgyhogy oda most már jöhetnek az új dolgok is. Figyelj, hogyha az első meccset nézem, akkor nyilván csalódottan kell, hogy nyilatkozzak most, tehát azt kell mondanom, hogy nem volt jó az EB, de hogyha összességében nézem, akkor azt gondolom mindent megtettünk. Hogyha lehet hiányérzetünk, szerintem az a Svájc elleni első félidő, szerintem az összes játékos stábtagban van hiányérzet a mai napig, hiába, hogy már nem tudom, hogy mikor volt a meccs, de már nem most. Aztán nyilván a másik fél idő után szerintem jó volt, a mentalitás is, minden. Németek ellen most megtettünk mindent, de ez ennyire volt elég. Az utolsó meccset meg megnyertük foggal, körömmel küzdve, úgyhogy szerintem mondom, hogyha egy valamivel lehet hiányérzet, az a svájci első fél idő, aztán lehet, hogy azon múlt a továbbjutás, úgyhogy hát figyelj, a németek ellen annyira nem tudtam szerintem. Az első meccsen meg az utolsón a skótok ellen is szerintem jól szálltam be, úgyhogy szerintem mindenképp tudtam segíteni a csapatnak. Nyilván így is készültem, hogy arra 20-25-30 percre úgy szállják be, hogy tudjak segíteni a csapatnak, úgyhogy mindent megtettem én is, de az összes játékos társam is. Hát szerintem a skótok ellen én személy szerint úgy éreztem. Nyilván ott volt egy más is, a Barninak a sztoria, ami kicsit nehezebb volt szerintem mindenkinek. Hogy érted meg ott a kis kadon volt? Hát én elég nehezen, tehát elég rossz volt, de szerintem mindenkinek rossz volt. Hát szerintem amikor már belefújt a bíró, hogy folytatódik a meccs, onnantól kezdve nincsen nyilván maximum egy plusz erőt, hogy csak miatta is azért ezt a meccset meg kell nyerni. De nyilván nem az jár a fejedbe, hogy mi volt. Nyilván az annál inkább, hogy mi van vele. Az, hogy mi volt, az már nem hiszem. Nyilván ez is adott egy lökést nekünk, tehát biztos vagyok benne, hogy sajnos ez is kellett ahhoz, hogy megnyerjük azt a meccset, de hála Isten Barni jó van, úgyhogy most már vidámabban beszélgethetünk erről is. De az egy nehéz meccs volt, tehát nem véletlen 100. percben nyertük meg egy kontrából, úgyhogy az nagyon jó érzés volt, szerintem mindenkinek az kellett. Igen, így hív már mindenki, de amúgy itt is hívnak már így, úgyhogy ezt így átvették. Nem tudom, hogy úgy nézek ki, gondolom, akkor úgy nézek ki egy kicsit, mint a vikingek. Nincs az esemény, majd remélem, hogy majd a VB-n, a VB-n már nem leszek viking, amikor kijutunk már, akkor lekerül a szakáll. Nem volt a szakáll, akkor ott venni? Fogadalom is, meg a Szobival beszéltem, az kérdezte, hogy mikor vágom le. Még az EB-re, amikor kijutottunk előtt, és kérdezte, az EB-re kijutunk, levágom, mert mondtam, hogy akkor nem. És akkor kérdezte, hogy akkor a VB-re, mondtam, hogy akkor igen.
Nem tudom, mert nem voltam még EB-n előtte, úgyhogy nem tudom, hogy mondjuk milyen volt 4 éve az EB-n. Nyilván azért feszültebb volt a hangulat, de hát ez a tét miatt, meg az Európa-bajnokság miatt, tehát nem egy sörmeccsre készültünk, hanem egy komoly tornára, úgyhogy természetesen nagyobb volt a feszültség mindenkivel. Mi volt a csúcspontja neked az EB-n? Mondjuk egy csoportbolyánál mi futott át a fejedbe, mert ez egy nagyon nagy küzdelemnek a végén lőttetek egy gyönyörű gólt. Hát szerintem az volt a csúcspont mindenkinek, tehát az nagyon kellett mindenkinek, szerintem az a gól nekünk is, a szurkolóknak is, mindenkinek, tehát ott szerintem kiszakadt mindenkivel egy nagy ordítás biztos, úgyhogy az volt mindenképp a csúcspont. Hát most úgy zajlott, hogy a Kevin fizetett, de szerintem nem bánja, tehát az mindenképp jó volt, meg hát úgy ünnepeltünk, ahogy szoktunk, tehát részletekben annyira nem mennék bele, de szerintem sok mindent tudtok már, úgyhogy. Szerintem az mindenképp, hogy nem szabad kihagyni sose, meg nem szabad egy percig se a fejednek másfele lennie, vagy mondjuk lebecsülni kicsit az ellenfelet, vagy nem beletenni a 100%-ot, mert egyből megbüntetnek, tehát ezek a válogatottak, ezek a csapatok, világklasszis játékosok, akikkel mi ellen játszottunk, ezek egyből lecsapnak arra a kis szösszenet, kis semmire, amit te kihagysz, egyből leszerelnek, elviszik a labdát. Úgyhogy ezt így mindenképp szerintem megtanultam én is, és a többiek is. Hát figyelj, most indul a Nemzetek Ligája. Egy elég nehéz csoportban vagyunk, úgyhogy várom már ezeket a meccseket, és az előző Nemzetek Ligájában elég jól szerepeltünk. Nyilván van egy elvárás, hogy aztán meglátjuk, hogy mit hozunk ki belőle, bele kell tenni azt a melót, amit eddig is tettünk, azért az elmúlt 2,5 évben azért szép eredményeket értünk el, jó kis csapat kovácsolódott össze, úgyhogy ezt mindenképp fenn kell tartani és folytatni a kemény melót, és ennek biztos vagyok benne, hogy folytatódni fog az eredménye. Mi mindennek fogunk tenni a pályán, aztán meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. Azért németek, hollandok nyilván erősebb kvalitásúak, mint mi. Nyilván bosnyákok azok nem tudom, egyenlő, talán kicsit gyengébbek. Meglátjuk, tehát mi mindent meg fogunk tenni, mint az előzőben is megtettünk, és elég szép kis eredményt értünk el. Hát azt már tudtuk egy ideje, hogy szeretnénk váltani. Igazából ez már megfogalmazódott ennek az évnek a legelején, hogy valami nem az igazi, egyre kevesebbet játszik kint Koreában, holott a vetétársam volt csúcsformában, és akkor nyilván ilyenkor elkezd ember dolgozni az, hogy egyáltalán lehetőség legyen rá, hogy eljöjjünk. Miután az látszott, hogy működni fog, felméri az ember, hogy milyen lehetőségei vannak. Nyilván vannak olyan jelöltek, akik megkeresnek ilyenkor. És aztán elkezd szelektálni a játékos, illetve a játékos ügynök, és felméri, hogy az adott játékos számára megfelelő-e maga a liga, megfelelő-e maga a klub, amelyik érdeklődik, és aztán utána jönnek persze a piszkos anyagiak, a várható játékpercek, stb. Tehát ez egy hosszú folyamat, nem egyik pillanatról a másikra találtuk ki mi azt, hogy ide jöjjön. Mik voltak az opciók, amik közül végül a görög lett a befutó? Hát voltak távol-keleti érdeklődők, ugye a sajtóban is volt nyoma annak, hogy volt brazil érdeklődőnk, voltak európai érdeklődőink, illetve ajánlataink is voltak, és értelemszerűen... Tudsz mondani csapatneveket is, hogy... Azt hiszem, hogy az Austria Wienről volt szó a sajtóban, ugye a Vitória-ról volt szó a sajtóban. Inkább bajnokságokat mondanék, azért mert nem biztos, hogy jó néven veszi ki magát, hogyha név szerint szólítjuk, de volt kínai ajánlatunk, volt a legszürreálisabb talán Iránból, aztán volt Belgiumból, Ausztriából, Magyarországról, Romániából, itt vagyunk Görögországban, volt Dél-Koreából is, Izrael, hát, és biztos, hogy hagytam ki valamit.
Kapos játékos volt a Martin most az EB után. Martin szempontjából ez egy lépcső most egyen följebb, nem? Úgy érzitek ti is? Én elég sok korai meccset láttam az elmúlt két évben. Szerintem az egy nagyon erős bajnokság, úgyhogy nem vagyok benne biztos, hogy sokkal nehezebb lesz neki majd játszani. Ettől függetlenül sokkal inkább szem előtt van, tehát hogyha arra vonatkozik a kérdés, hogy karrier szempontból innen tovább lehet-e lépni, akkor erre határozott igen a válasz. Illetve hát az sem volt kérdés, hogy ahhoz, hogy a Martint újra tudjuk pozícionálni, ahhoz őt el kellett onnan hozni egy olyan helyre, ahol nagyon jó esélye van játszani, és egy olyan klubba került, ahol hosszú labdákkal operálnak, sok a beadás, minden évben az első háromban a góllövők között van egy játékos az Asterászból, úgyhogy mi nagyon reméljük, hogy idén a Martin lesz az. Mondjuk beszéljünk erről kicsit a brazilról, nyilván jó lett volna, tehát az azt gondolom egy magyar játékosnak egy nagyon jó kihívás, egy brazil első osztály, tehát ez nem kérdés, hogy honnan van olyan, oda mondhatni el kell menni. Nyilván amikor mondtam első a feleségemnek, akkor elég furán nézett rám, hogy mit akarok én ott. De aztán nem, hogy néhány nap után megbarátkozott volna, csak hát sajnos ott más dolgok nem jöttek össze, nem sikerült megegyeznünk, de ez benne van a fociban. Hát igen, mindenképp Európában szerettem volna folytatni, tehát az így nem volt kérdés. Nyilván akkor is, hogyha jöttek olyan ajánlatok innen-onnan messzi távolból, ami elég szép számjegyeket írtak a papírra. Nyilván mondhatni, hogy kecsegtető is volt, de aztán egyértelműen mondtam, hogy nem, mert ezt még egyszer nem csináljuk jelen pillanatban meg, mert szükségünk van feltöltődésre, az, hogy közelebb legyünk Magyarországhoz, úgyhogy azt a részét az átigazásnak elvetettük, elvetettem az első pillanattól kezdve, úgyhogy mindenképp Európában szerettük volna, szerettem volna folytatni a pályafutásomat, az, hogy hazatérjek, azt nem éreztem jelen pillanatban jó döntésnek, azt gondolom, hogy külföldön focizni nyilván kicsit más érzés, mint Magyarországon még mindig. Aztán nyilván jött a görög ajánlat, ami szakmailag szerintem egy jó kihívás, számítanak is rám, első pillanattól kezdve éreztették velem, hogy fontos szerepet szánnak nekem, ez nagyon fontos volt így a legutóbbi fél év után, hogy visszanyerjem azt a formámat, azt a játék perceket visszanyerjem, jöjjönek a gólok majd, ezek a dolgokat helyeztem most előtérbe, úgyhogy ezért döntöttünk a Görögország mellett. Gyakorlatilag ugyanaz minden, tehát ha bemész egy boltba, mondjuk a Lidl, múltkor bement a feleségem, azt mondta, hogy teljes ugyanaz, mint a magyar, én nem tudom megmondani, mert otthon se járok, meg itt se, úgyhogy. Ja, persze a klubnak utána néztünk, tehát többször is meg utána kérdezgettem, ugye több magyar is játszik itt, de a Kovács Dani, ővel én Vasasba együtt nevelkedtem, úgymond, hogyha mai napig szoktunk beszélni. Úgyhogy megkérdeztem a klubról a véleményét, és abszolút pozitív volt, tehát mondta, hogy a négy nagy klub után ez az ötödik klub, aki tényleg nagyon profik a minden téren, tehát szakmailag is, anyagilag is, stb. Tehát minden téren mindent pontosan csinálnak, és odafigyelnek mindenre, úgyhogy ez egy nagyon pozitív visszajelzés volt. Hát figyelj, egyébként a görög emberek nagyon kedvesek, meg befogadóak, meg nem, tehát csak a jó szándék dől belőlük, úgyhogy abszolút ezzel nincs baj. Nyilván nagyon sok külföldi játékosunk van, vannak spanyolok, argentinok, de ők is nem kölyöket bemutatni, tehát nagyon jó kedélyűek, nagyon viccesek, úgyhogy nagyon jó fogadtak, meg nagyon jó csapat van itt, úgyhogy ezzel nincsen probléma, nagyon az első pillanattól kezdve éreztem, hogy befogadtak. Egy szerb edzőnk van, úgyhogy igen, egy nagyon kedves ember, tehát gondolná, hogy szerb, azt én nagyon vadállat vagy bármi, de nincs ilyen erőszó, tehát egy nagyon kedves ember a meccsen is. Nagyon jó meccsen azt gondolom, úgyhogy kijövünk, tehát az első pillanattól kezdve is éreztette, hogy fontos szerepet szán nekem, úgyhogy egyébként nagyon jó a munka kapcsolatom vele.
Hát szerintem más, igen. Elég kemény edzések vannak egész héten. Nyilván meccsőt már visszaveszünk, de azért elég komoly, sokkal komolyabb munka folyik, mint mondjuk kórában vagy otthon is. Itt most nem arról beszélek, hogy komolytalanok otthon az edzések, vagy bármi, hanem intenzitásban, keménységben mondom, hogy sokkal keményebbek itt az edzések, úgyhogy ezt meg is kellett szoknom itt az első hetekben. Talán még most heverészem kifele ezeket. Nem szoktam így gólszámokat kitűzni, de 10 fölött azért jó lenne. Rúgni szeretnék, 10 gól fölött nyilván néhány assziszt is mellé jól jön. Meg minél elővégezni a bajnokságban, jó lenne odaérni a 4 nagy csapat mögé. Nyilván 4 nagy csapat közé nagyon nehéz bevergődni magad. Elég erősek azért mind a 4, úgyhogy jó lenne odaérni mögéjük az 5. helyre. Mindent láttam már, azért most kezdtem ezt a pályafutást, sok mindent láttam már, úgyhogy nagyon újat nem tudnak mutatni, nyilván még a kicsit a társakkal össze kell szokni, érezni kell egymás mozgását, nyilván most se rosszak, tehát azt gondolom, hogy elég jól beilleszkedtem ebbe a csapatba, de nyilván ez még kell egy kis idő, hogy ez patikán működjön. Természetesen van, én azt gondolom, nekik is ez a céljuk, hogy odaérjünk az 5. helyre, ami még nemzetközi kupát ér, tehát ezért is fontos lenne. Úgyhogy mindenképp szerintem a klubnak is ez a célja, ezért igazoltunk, ezért erősítettünk komolyabb játékosokkal, úgyhogy nem lehet más célunk. Egyébként támadó focit játszanak a csapatok, tehát mi is próbálunk támadó focit játszani. Sok beadással, sok letámadással, úgyhogy de ez jellemző a többi csapatokra is. Úgyhogy egy nagyon pozitív minden, amit így láttam.